A több mint 100 éves múltra visszatekintő magyar gyógyszeripar Európában a legrégebbiek közé tartozik. Egyesíti az évszázados gyártási tradíciókat, az értékes szaktudást a modern technológiai csúcsminőséggel. Originális kutatási eredményei és generikus fejlesztései nyomán elismertségre tett szert itthon és külföldön egyaránt. Nyugodtan mondhatom, hogy a magyar szülőatya, dr. Orbán István, az egész vezérigazgatója, aki kezdeményezte, hogy legyen egy szövetség, mely a megfelelő érdekképviseletet ad a gyógyszeripar számára 1990-ben. És úgy gondolom, hogy azok az alapelvek, aminek alapján ő ezt javasolta, azaz a nemzetgazdasági hozzájárulás, az exportorientáltság, az innováció, foglalkoztatás és a beruházás, és a gyógyszeripar kiemelt szerepe, ez ma is igaz. Küldetésünk a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados tradícióinak továbbéltetése és új hagyományok teremtése. Fő célunk az, hogy gyógyszereinkkel segítsük a magyar betegek gyógyulását, egészségük megőrzését, és hogy beruházásainkon és munkahelyeinken keresztül támogassuk országunk gazdasági versenyképességét. Az egyik legfőbb feladatunk az érdekképviseleti tevékenység, a tagvállalataink érdekeinek a képviselete. Nagyon fontos továbbá, hogy részt veszünk mind a hazai, mind az Európai Uniós jogalkotási folyamatokban, és észrevételünkkel segítjük a jogalkotót abban, hogy olyan normakörnyezet szülessen, ami a számunkra is megfelelő. Sokszínűek vagyunk. Tagvállalataink közé sorolhatjuk a 4 nagy gyártási kapacitással rendelkező vállalatot, de kis és közepes vállalkozásaink is vannak. Vannak olyan vállalatok, amelyek a vényköteles piacon érdekeltek, vannak olyanok, amelyek vény nélküli termékek piacán forgalmaznak, sőt olyan vállalataink is vannak, amelyek étrendkiegészítőkkel, orvostechnikai eszközökkel vagy éppen tápszerekkel segítik a betegek gyógyulását. Nagyon fontos feladatunknak gondolom, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki és tartsunk fent azokkal a szereplőkkel, akik a gyógyszerellátásnak aktív részesei, és a kormányzattal is. És azt gondolom, hogy ez a partneri viszony most nagyon jól működik. A MAGYOSZ működésének egyik meghatározó mérföldköve a gyógyszeripari önszabályozás legfontosabb eszközének bizonyuló gyógyszerkommunikáció etikai kódexének megalkotása volt 1994-ben. Az önszabályozás szerepe egyre jobban felerősödött. Mára már mind a 4 hazai gyógyszeripari szervezet magáénak vallja az abban foglaltakat. A MAGYOSZ alapító elnöke dr. Orbán István közel 16 éven át élete végéig töltötte be az elnöki funkciót. Munkásságának jelentős részét képezte az a közel 10 évet felölelő intenzív munka, amely az Európai Uniós csatlakozást megelőzően folyt meg annyi fórumon. A gondolkodásunk, kultúránk, életformánk, érdeklődésünk bennünket elsősorban Európához köt. Egy olyan sikeres működés kell, amely nem kormány, nem üzlet, élet, nem egyének, kisközösségek feladata, hanem egy országi együttesen. 2009-ben a MAGYOSZ az alapító elnök tiszteletére, születésének 70. évfordulója alkalmából dr. Orbán István emlékérmet alapított a hazai gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységek elismerésére. A magyar gazdaság legfontosabb hajtóerejét az exportorientált iparágak jelentik. A MAGYOSZ tagvállalatai hagyományosan fontos szerepet töltenek be nemcsak a hazai egészségügyi ellátásban, hanem az ország nemzeti jövedelmének megteremtésében is. A hazai gyógyszeripar az innováció szempontjából is jelentős stratégiai ágazat. Magyarországon a gyógyszeripar adja a K+F nem állami támogatott összegnek több mint a felét, és ilyen szempontból a legerősebb kutatófejlesztői bázis Magyarországon. Attól függetlenül, hogy a világpiacon óriási verseny van, úgy gondolom mégis Magyarországon ez egy jelentős hozzáadott értéket produkál. A magyarországi gyógyszeripar nagyon jól képzett, természettudományos végzettségű embereket foglalkoztat, orvosokat, gyógyszerészeket, és természetesen vegyészmérnököket, biológusokat, és ez a szellemi bázis ad lehetőséget, hogy kutatásfejlesztésben Magyarországon még versenyképesek lehessünk, és a tehetséges fiatalokat Magyarországon tudjunk tartani. A MAGYOSZ tagvállalatai büszkék lehetnek arra, hogy az itthon gyártott gyógyszerek megfelelnek a legmagasabb nemzetközi minőségi követelményeknek, terápiás szempontból pedig egy nagyon széles skálát lefednek,
és ezáltal a magyar betegek életminőségét jelentős mértékben tudják javítani, hiszen minden második gyógyszer, ami Magyarországon eladásra került, az Magyarországon gyártott gyógyszer. Egy ország versenyképessége szempontjából meghatározó a hozzáadott szellemi érték, és ebben nyugodtan mondhatom, hogy a gyógyszeripar vezető szerepet játszik. Magyar gyógyszer. Közös a múltunk, közös a jövőnk.